Tisztelt elnök úr, alelnök urak, főispán helyettes úr, engedjék meg, hogy elsők között a határon túlról érkezett vendégeinket köszöntsük. Nagy tisztelettel köszöntöm a Romániából érkezett víziturizmushoz köthetően érdeklődő vendégeinket. Megtiszteltetés, hogy fontosnak tartották a mai napon, hogy itt legyenek velünk. És természetesen tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a turizmushoz, a víziturizmushoz, akár a sport, akár a turizmus vállalkozói része tekintetében érdekelt és érdeklődő. Menjetek ki a természetbe, és ismerjétek meg egymást ott, ahol az ember őszinte lesz. Így vallott hazai irodalmunk egyik legnagyobb alakja, Móricz Zsigmond. Híres írónknak ez az egyetlen mondata is kiválóan rámutat arra, miért nélkülözhetetlen számunkra a természetnek a közelsége. Semmi sem fogható ahhoz a szépséghez, nyugalomhoz és őszinteséghez, ami benne rejlik. Úgy gondolom, akik ma itt vagyunk, ezt már legalább egyszer megtapasztaltuk. Általa mi magunk is őszinték leszünk, magunk mögött hagyva, ha csak néhány órára is a mindennapok viszontagságait és nehézségeit, a lelkünket szorongató problémákat. Más emberré válik, aki rendszeresen jár a természetben. Máshogyan tekint a világra, máshogyan tekint az emberi kapcsolatokra, és máshogyan tekint a szolgálataira, az adott szolgálatára. Talán úgy is fogalmazhatnánk, nyitottabban, elfogadóbban, de minden esetre biztosan nagyobb szeretettel és tisztelettel él. Hiszem, hogy ezt a világszemléletet, amit a természet ad számunkra, a lehető legtöbb emberrel kell megismertetnünk, és talán a gazdasági szempontok mellett ez lehet az egyik legfontosabb célja a turizmus fejlesztésnek. Tisztelt jelenlévők, Makóváros önkormányzata hosszú évek óta elkötelezett városunk vonzerejének a növelésében. Fejlesztése mellett lerakta a voksot, ennek érdekében rengeteg egyeztetésen, tervezésen és örömmel mondhatom, beruházás megvalósításán vagyunk túl. És természetesen folyamatban is. Égkövünk és zászlóshajónk a Hagymatikum gyógyfürdő, amelynek kibővített részlegét Magyarország kormányának és térségünk országgyűlési képviselőjének, Lázár János miniszter úrnak köszönhetően az ő támogatásukkal március 24-én adhatjuk át ünnepélyes keretek között, délelőtt 10 órakor, és már ezúton is invitálok minden jelenlévőt erre a nemes eseményre. Mindenkit nagy tisztelettel hívunk, és március 25-től már teljes nyitvatartással szeretnénk működtetni a gyönyörű komplexumot. Mindez Makó számára hatalmas előrelépés jelent majd, egy új kitörési pontot, megvalósulása azonban elsősorban további célok, további fejlesztések elérésére sarkal minket. Nem állhatunk meg ezzel a beruházással. Városunk ugyanis nem csak történelmi épített örökséggel, és hazánk egyik legkiválóbb építészének, Makovec Imre hagyatékával büszkélkedhet, hanem egyedülálló természeti kincsekkel is, köztük a Maros folyóval. A Maros közösségünk számára olyan jelkép, amely felbecsülhetetlen értékkel bír. Makaiságunk, ahogy mi makóiak szoktuk mondani. Makaiságunk megbonthatatlan részévé lett. Lelkünk egy kiszakíthatatlan darabjává. Emellett azonban egy olyan kapocs is, ami földrajzi helytől függetlenül köt össze minden természet és sportkedvelőt, mint ahogy a mai napon is láthatjuk. Határon túl is összeköt bennünket. Sportkedvelőket és mindenkit, aki városunkat szeretettel fogadja. Ennek az egyedülálló jelképnek a gondozásában és megismertetésében Makón példamutató összefogás alakult ki, amiért csak hálával tartozom. Mind a Turisztikai Egyesületnek, a Vállalkozók Szövetségének, természetesen a Kajakkenu Egyesületnek, a megyei együttműködésnek mérhetetlenül nagy hálával tartozom.
nem csak a sportcélú aktivitás és sportturizmus megszervezésében járnak élen például itt Makón nálunk a Kajakkenu Egyesület, hanem valóban szívükön viselik a Maros sorsát, aminek bizonyítéka az is, hogy általuk nagyon sok alkalommal folyótisztítási akciót is szerveztünk. Mi itt Makón ugyanis hisszük, hogy természetük kincseink megvédése legalább olyan fontos feladat, mint a benne rejlő lehetőségeknek a kihasználása. És ebben a törekvésben hatalmas számú lelkes önkéntes segít minket. Ilyenek voltak a marosi PET kupa szervezői is, akiknek szintén mérhetetlenül nagy hálával és köszönettel tartozunk azért, mert a tavalyi évben néhány nap alatt mintegy 607 zsáknyi összesen több mint 3 tonna súlyú hulladéktól tudtuk közösen megszabadítani a szeretett folyónkat. Azért ez is mutatja, hogy van még mit végeznünk, főként úgy gondolom az edukáció területén. Tisztelt elnök úr, főispán helyettes úr, kedves előadók és kedves vendégeink! A mai találkozásunk legfontosabb célja, hogy ezt a számunkra oly kedves kincset a hozzám méltó, előkelő helyre helyezzük a hazai turizmusnak a térképén. Hiszen mi, akik itt vagyunk, mind tudjuk, a Maros folyó a lehetőségek korlátlan tárháza. Legyen szó természetjárásról, vagy éppen a már említett sportturizmusról. Biztosíthatom önöket arról, hogy Makóváros önkormányzata ennek a nemes célnak nem csak a lelkes támogatója, hanem egyenesen a zászlóvivője lesz. Jövőbeni fejlesztési terveinkbe örömmel illesztjük be továbbra is ennek a csodálatos természeti kincsnek a megismertetését és a megvédését. Éppen most a februári testületi ülésünkön a költségvetés elfogadásának keretében is fontos döntéseket hoztunk meg a Marospart, illetve környezetének fejlesztésével kapcsolatosan. A területi operatív program keretén belül a Marosparti fejlesztésként indítjuk el a többfunkciós aktív és ökoturisztikai kiállítótérnek a megvalósítását, vagy ahogy itt Makón és a térségben ismerik, a vadászháznak a teljes körű megújítását. Emellett reményeink szerint forráslevhívásra kerülhet sor már az idei évben, júniusban Szeged irányából a kerékpárút folytatása a Marospartra, ugye Kiszombor irányából a Marospartra, ami a Marospartat végigkövetve, azt követően a városi kerékpárúthoz tud majd csatlakozni. És hát természetesen a Marospart, mint közkedvelt strandterületnek a fejlesztését is szeretnénk elkezdeni. Erre vonatkozóan is éppen a területi operatív program keretén belül különböző attrakcióelemek fejlesztését szeretnénk megvalósítani, és nagy öröm számunkra, hogy a Kajakkenu Szövetségével további fejlesztéseket tudunk a jövőben majd megvalósítani. Arra biztatom hát önöket, az itt jelenlévőket, előadókat, egyesületek tagjait, szövetségeseinket, önkormányzatok, térségi polgármesterek, a határon túlról, a turizmusban, víziturizmusban érdekelteket, dolgozzunk közösen a Maros folyóban rejlő lehetőségek kihasználásán, és tegyük együtt a Maros folyót is az ország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontjává. Isten adja, hogy így legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a szót. Nagy tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Romániából érkezett kedves barátaimkat, magyarországi vízisport, víziturisztika iránt érdeklődőket. És mit is mondhatnék Balassi Bálint után szabadon, hogy vajon mi van szebb a végeknél, mondta Balassi, ezért ezt kicsit más interpretációban, vajon mi van szebb a Marosnál és a Tiszánál. Kérem engedjék meg, hogy egy picit belevonjam a Tiszát is, mert a két folyó az külön-külön ugye nem értelmezhető. Nagyon sok személyes élményem van, ezt bár szervesen nem kapcsolódik a rideg számokhoz, hogy milyen pályázatok előtt állunk, de kérem engedjék meg, hogy megosszam önökkel. Itt van Petrovics Kálmán, világbajnok barátunk, és Kárász Anna olimpiai bajnok, akik a
lehet azt mondani, hogy a vízi turizmus szempontjából a legfontosabbak. Szegeden nem volt olyan fiatalember vagy gyerek, akit ne vittek volna kajakozni. Így voltam én is, és amikor először a Stégre leálltam, akkor mondták, hogy fiúk, vigyázzatok magatokra. Persze először bedobtak a vízbe, hogy tudunk-e úszni. Ez akkoriban így ment, nagyon helyesen. És utána mondták, hogy ott van a Maros, az nagyon veszélyes, oda még véletlenül se úszhatok. Ezért, amikor edző nélkül tudtunk oda elmenni, nyilván mindenki azonnal letette a kajakot, és vagy a közepén ugrott be, vagy átúsztunk. És ugye megállapítottuk, hogy tényleg más, mint a Tisza, mert egyik része ugye olyan, ahol bokáig ér, máshol ellenben tényleg megragadja az embert, és majdnem olyan gyors, mint a Duna. Tehát óriási élményeink voltak. A másik ilyen élményem, hogy egy balatoni évfolyam társamat hívtam meg, és leültünk az öreg körösibe, és ahogy elnézett a Maros-Tisza torkolatnál, azt mondta, hogy öregem, ez veri a Balatont. Hát nem akarok nyilván ilyen összehasonlításokat tenni, de kérem, higgyék el, és nézzék meg onnan ezt a tájat, hogy mennyire szép. Van még egy fontos politikai üzenet is, mikor itt volt Csongrád Csanád megyében a miniszterelnök úr, akkor körülnézett, és azt mondta, hogy hát miért ilyen üres ez a Tisza. És hát ugye ezen azóta is gondolkozunk, ezért is vagyunk itt, hogy ne legyen ilyen üres. Ebben ugye nagyon sok partnerünk van, és tudjuk azt, hogy ahogy a nagyköltő is mondta, ugye Dunának voltnak egy a hangja, ugyanígy ugye a Marosnak is egy, hiszen mindkét országban folyik, és közösen munkálkodunk rajta. Ugye a megyei közgyűlésnél komoly munka folyik, mint ezt tudjuk. Több mint egy milliárdos pályázat előtt állunk, az egyik egy interreges, a Magyarország és Szerbia között egy Tisza fejlesztés, ez pedig ugye itt ez a marosi víziturizmus fejlesztés, ami azonnal felmerül a szakembereknek, hogy ha a Maroson kiszállunk, akkor hova tudunk ugye kiszállni. Többnyire ugye elég nehéz, mert a víz az magas, bizonyos időszakban persze az átonyos, és nagyon kellemesen lehet időt tölteni akár a Maros közepén is, de ami elsőként fölmerül az az, hogy kikötőket kell csinálni. Ezért fogunk mobil kikötőket csinálni ezen a pályázaton belül, és megpróbáljuk azt is, hogy a vízi turizmus az ugye ne csak a Maros fölötti részen menjen, hiszen a Vájtfülűek ide járnak, mert ott a legjobb az átonyos rész, hanem esetleg Makótól lefelé is. Fölmerült bennünk az is egyébként, ez nyugat-európai példák alapján, hogy ez egy kicsit túlmutat a kajakkenuzáson, hogy vannak olyan légpárnás hajók is egyébként, amik jól mennek a pici merülésű vízen is, 8-10-12 személyesek, és hogy miért mondom ezt? Mert a víziturizmus az nem csak a turistáknak jó, hanem munkahelyet is teremt. Esetleg a kikötők mellé épülhetnek ellátóközpontok, ahol esetleg össze lehet kötni ugye a kerékpáros fejlesztéssel, az Eurovellóval. És itt a kerékpárról jut eszembe Csánki Béla kollégám, és szeretném neki megköszönni, hogy megszervezte ezt a remek konferenciát, és hogy ennyien eljöttek. És én azt gondolom, hogy a közös gondolkozás nagyon sokat segít, és ezért is nagyon örülök annak, hogy itt vannak kedves vendégeink Romániából. Nem is akarom tovább húzni a szót, mert a szakmai résznél itt vannak nálam sokkal avatottabbak, hanem én azt kérem, hogy majd a szünetben, illetve a szendvics ebédnél, ami sokszor ugye a konferenciáknak a legjobb része, beszélgessünk egymással, és beszéljünk a közös fejlesztésről és a közös gondolkodásról. És én az a vágyam, hogy a jövőben majd azt lássam, hogy sok hajó és sok kajakkenus evezős menjen és élvezze tulajdonképpen a Tisza és a Maros csodáját. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.